Képviselőtestületi ülést tartott Dombóvárváros önkormányzata június 29-én. A testület ellenzéki képviselője Szabó Loránd, a természetesen Dombóvár Közéleti Egyesület vezetője többek között arról szólt, hogy az új dombóvári főutca és Ady utca vízelvezetése érdekében a polgármester korábban benyújtott 3 darab vízelvezetés támogató pályázatot. Ezek nyertek is 400-400 millió forint értékben, de senki nem érti, hogy miért erre a területre nyújtotta be, hiszen van 3 másik település részt, ahol egetrengetőbb, de sokkal nagyobb ez a probléma. Így Gunaras, Szőlőhegy és Szuhajdom. Ráadásul Szőlőhegyet és Gunarast az elmúlt hetekben többször is elöntötte a villámárvíz, és ott kellett volna ezeket a feladatokat megoldani. Ráadásul az Ady utcában és a Fő utcában 2 védett gesztenyefasor van. Mi nem azt mondjuk, hogy az öreg és veszélyes fákat nem kell onnét kivágni, viszont ezt lehetne szakaszosan művelni. Szabó Loránd ezt rossz döntésnek tartja, a közmeghallgatást akar többen magával, de ez nem jött létre. Az elmúlt időben több villámárvíz érte Dombóvárt és a környező településeit, mint egész Európát. Ezért a 12. napirendi pontban ezt tárgyalták most, mondta Pintér Szilárd, fideszes polgármester. A gunarasi városrészünk tekintetében kellett egy gyors beavatkozást elkövetnünk. Mi ezeket a műszaki megoldásokat már be is fejeztük. Nagyjából azt gondoljuk, hogy kihúzzuk úgy, hogy már a közeljövőben elöntse a víz a nyaralókat, de mindezeket ellenére úgy érzékeltük, hogy ezek nem végleges megoldások, ezért vízügyi szakemberek bevonásával kérjük a vízkárellátási tervünknek a felülvizsgálatát, és kérjük azokat a szakmai véleményeknek a megfogalmazását, amelyel véglegesíteni tudjuk azt az állapotot, hogy a nyaralókat nem önti el a sár, és nem megy be a víz a szuterénbe. Nagyon fontos, hogy ez csak egy konstruktív együttműködés keretében jöhet létre, hiszen a gunarasi nyaraló övezetet termőföldek veszik körbe, és ez a víz most a termőföldekről érkezett, tette hozzá a polgármester. Nyilván van egy jogszabály, ami kötelezi a termőföld használókat, hogy az ott keletkezett csapadékvíz elvezetéséről gondoskodjanak, illetve oldják meg, de én azt hiszem, hogy mindegy, a nyaraló tulajdonosokat sem hagytuk magukra, így a termőföld használókat sem fogjuk magukra hagyni, és egy közös megoldást fogunk ebben kikerekíteni a jövőben. Nyilván majd, ha a megoldás megjön, akkor azt tudjuk árazni is, és nyilván itt alapvetően az a költségvetési szűk keresztmetszet lesz majd a megoldás megvalósításának a legnagyobb akadálya, hogy mikor áll majd rendelkezésünkre az az anyagi forrás. Nagyon remélem, hogy miután ez egy konstruktív együttműködés, így a földhasználók és az önkormányzat is közösen elő tudja állítani majd azt a fedezetet, amelyre röviden belül a végleges műszaki megoldás is bekövetkezhet. Egy év múlva ilyenkor már arról lehet beszámolni a nyaraló tulajdonosoknak, hogy a víz többet nem fog befolyni a nyaralójukba, tette hozzá Pintér Szilárd.